Lesodródott az útról, és fának csapódott egy személygépkocsi kedden este Jászkora Jenő és Kőrös között. Az autóban egy ember utazott, aki a roncsba szorult. Így a ceglédi hivatásos tűzoltok feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből, majd áramtalanították és átvizsgálták a gépkocsit. A műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszt lezárták.